Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Partner találkozó, a Babits Mihály Kulturális Központ idei terveiről is szó esett. Kevesebb gyerek született, a szakértő szerint a koronavírus járványa felelős. Készenlétben vannak a jégkármérséklő rendszerek, április 15-től szeptember 30-ig tart idén a szezon. Földnapja, a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozták Tolna megye szerte. Az idei év legfontosabb feladata, hogy a szekszárdi nagyrendezvények a Covid előtt már megszokott minőségben valósulhassanak meg, hangzott el a Babits Mihály Kulturális Központ partner találkozóján. Horváth István Tolna megye egy-egy számú választókerületének országgyűlési képviselője ünnepi beszédében méltatta azt a munkát, melyet az intézmény végzett a járvány alatt. A Babits Kulturális Központ az elmúlt esztendőkben nagyon sokat tett azért, hogy Szekszárdon zökkenőmentesen folyik a vírus elleni védekezés. De mostantól vissza kell térni az eredeti feladatok minél magasabb szintű megvalósításához. Mondta a partner találkozó megnyitó beszédében Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője. Én azt gondolom, hogy a jövőt tekintve újra ki kell egy kicsit nyitni azt a fajta társadalmi igényünket, hogy többet tudjunk együtt lenni, többet tudjunk találkozni, több eseményt tudjunk megrendezni. Nyilván ehhez kellenek támogatások, kellenek ehhez kormányzati támogatások, kell az önkormányzatnak a támogatása, és kellenek a helyi vállalkozásoknak a támogatása. Gyurkovics János szekszárdváros alpolgármestere kiemelte, a Babitsnak kiemelkedő érdemei vannak, hogy a város civil közösségei megfelelő körülmények között végezhetik feladataikat, mutatkozhatnak be a város közössége előtt. Fontosnak értékelte, hogy az idei esztendőben a szekszárdi nagyrendezvények újra régi formájukban szerveződhessenek meg. Így a pünkösdi hal és vad ünnepe, valamint a szüreti fesztivál a megszokott méretű és minőségű rendezvény lehessen. Két hete volt egy egyeztetés a Városházán, és teljes egészében egyértelműen, nagyságrendben, minőségben azt a döntést hoztuk, hogy a Babits az ezt megelőző időszaknak megfelelően az idei évben most már teljes rendezvényt tartson meg, és ezzel is felettessük a múltat, és szolgáljuk a város lakosságának az érdekeit, a kulturált szórakozási lehetőséget tudjunk biztosítani. Berlinger Attila az intézmény igazgatója célként határozta meg azt is, hogy olyan programsorozat fusson a ház berkein belül, mely méltó a Babits szakmai múltjához és elismertségéhez. Tudunk újabb ötleteket is felvonultatni város lakosai irányába. Többek között ugye elindítottuk a placot, elindítottuk a Vármegyeházán azt a Kultudvar nevű eseményt, amivel a nyári hétvégéket is kicsit feldobjuk, és én azt gondolom, hogy talán a korábbinál is változatosabb, és minden generációt, minden réteg igényt is próbálunk kielégíteni, legyen az kiállítás, legyen az koncert, legyen az kulturális esemény. Az ezek megvalósításához szükséges szakmai háttér is a rendelkezésünkre áll, emelte ki Berlinger Attila. A nehézségek ellenére a magyar gazdaság stabil lábakon áll, mondta Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány dönt majd, hogy mi legyen az árstoppokkal, de az fontos, hogy beváltak és jelentősen hozzájárultak az infláció mérsékléséhez. Jelentette ki, majd hozzátette, a jelenlegi 8,6%-os infláció 13% lenne az árstoppok nélkül. Az Egyesült Államokban gyakorlatilag megegyezik a magyar az infláció, nálunk 8,6, nálunk 8,5% az infláció. Mi továbbra is nagyon fontosnak tartjuk, hogy amennyire lehet a láthatóan az egész világban megindult inflációs spirál mellett mérsékelni az inflációt kormányzati intézkedésekkel, ezt tegyük meg. Figyelemmel voltunk a Magyar Nemzeti Bank prognózisára is a tegnapi kormányülésen. Ők azt jövendőlik, hogy 2022. augusztus-szeptemberében kezdődhet meg az infláció csökkenése. Visszaesett a születések száma az idei év első két hónapjában idehaza az előző időszakokhoz képest. A KS adatai szerint januárban közel 10%-kal kevesebb gyerek jött a világra, mint 2020-ban. A híradónak nyilatkozó szociológus szerint ez azért van, mert az emberek féltek a koronavírustól. Nagy volt az öröm januárban a Kocsolai német családnál. Az év első napján 21 perccel éjfél után született meg ugyanis a második gyerekük Zsolt, aki a 2022-es esztendő első újszülöttje lett Tolna megyében. Az orvosok mondták,
hogy december 31-e vagy január 1-ére lesz meg. Nem hittem neki, hogy újévi boba is lehet, de hát Lacikával ráhúztam amúgy, ezzel nem, picikével. Zsolttal együtt idén januárban 6602 gyerek született idehaza a KSH adatai szerint. Ez 2018 óta a legalacsonyabb januári adat. Azóta ugyanis egyik év első hónapjában sem született 7000-nél kevesebb gyerek, de a 2022-es év februári adatai is hasonlóan alakultak. A Híradónak nyilatkozó szociológus szerint azért születik kevesebb gyerek, mert az emberek bizonytalannak érezték a jövőjüket a koronavírus járvány miatt. Ezek általános bizonytalanságot jelentenek. És az általános bizonytalanság időszakában legalábbis amennyire ezt a elemzésekből ki lehet venni, általában az emberek mit csinálnak, elhalasztják a fontos és nagyobb döntéseket, és hát a gyermekvállás az egy fontos döntés és nagy döntés az ember életében. A szakértő ugyanakkor azt mondja, messze menő következtetéseket a KSH adataiból nem lehet levonni, mert a nyert számokból az nem derül ki, hogy az egyes párok miért nem vállaltak gyereket. Spéder Zsolt szerint a 2020-as és a 21-es év egyébként is kiemelkedő volt a születésszámot tekintve idehaza, a kormány intézkedéseinek köszönhetően. A babaváróhitel bejelentését követően 9 hónappal megnövekedett a születéseknek a száma, de ezt viszonylag gyorsan követte ugye az első hullám, a lezárások időszaka, a járvány időszak. A Magyar Tudományos Akadémia doktora nem tartja kizártnak, hogy a szomszédos Ukrajnában február óta tartó háborús helyzet és a nyomában járó gazdasági válság ismét negatív hatással lesz majd a hazai születésszámra. 2047 új koronavírus megbetegedést igazoltak csütörtökön idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.890.953 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 24 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 46.048 főre emelkedett. 1449 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 45-en vannak lélegezhetőgépen. Tolna megyében 39.925-en kapták el a betegséget a járvány kitörése óta. Újra fellendülőben van a használt autópiac, annak ellenére, hogy az utóbbi időszakban bekövetkezett változásoknak köszönhetően az autóipart is elérte a válság. A legkeresettebb típusok még mindig a családi egyterűek, a városi terepjárók és a kisfogyasztású városi autók. Magyarországon közel 5,5 millió gépjármű van forgalomban, aminek 73%-a személygépkocsi. Országszerte dübörög a használt autópiac, egy átlag magyar családban már legalább 2 gépkocsi található. Ugyan az ünnepi időszakokban kevesebben vásárolnak autót, de ez visszatérő tendenciának számít, nyilatkozott a szakember. Müller Zoltán, a Nestorspet Kft. Ügyvezetője elmondta, a legkeresettebb márkák jelenleg az olyan családi egyterűek, városi terepjárók és kisfogyasztású autók, amiknek árai 1 és 3 millió forint között mozognak. Összességében azt lehet mondani, hogy nem rosszak a magyar használt autók, de azért igazán érezhető ez, hogy most nem kell az autóra a műszaki vizsgát csinálni, most már elég régóta, és az emberek nem is úgy viszik el az autót szervizre. Mert azért, aki nem ért az autóhoz, az elvitte egy műszaki vizsgára, ott azért mondták, hogy mik a hibái az autónak. De most igazából, mivel nincsen műszaki vizsga, így az emberek azt se tudják sokszor adott esetben, hogy mondjuk nem jó valami az autón. Hozzátette, használt autóvásárlásakor mindig figyelni kell arra, hogy megbízható forrásból szerezzük be a járművet, ez egyfajta garanciát is nyújt a vevő számára. Telephelyen rendelkező kereskedők rendszerint üzemképes és műszakilag átvizsgált gépkocsit kínálnak. Jelenleg ez a legnagyobb baj, hogy nagyon sok ilyen olcsó autó van a piacon, ami nem kereskedésekből származik, hanem ilyen nem hivatalos autókereskedektől, nepperektől, és ezek az autók általában mindig úgy végződnek, hogy valami eltitkolt, rejtett hiba van velük, és az a baj, hogy ugye pár százezer forint, 2-300 ezer forintért megvesztek egy autót, nyilván nincs is több pénzük, de ezek az autók nagy esélye nagyon hamarosan hibásak lesznek, és igazából nem lesz, akihez forduljanak. Jó tanácsként a szakértő elmondta. A megnövekedett kereslet miatt előfordulhat, hogy egy-egy autótípusra heteket vagy hónapokat is kell várni a vásárlónak. A koronavírus alatti veszélyhelyzeti időszakban senkinek nem okozott fejfájást, ha lejártak a személyes okmányai, illetve az autó műszaki vizsgáját sem kellett meghosszabbítani, amennyiben elvesztette az érvényességét. Vészesen közeledik azonban a június 30-ai határidő, melyet követően szigorú bírságokra lehet számítani. A Magyar Autóklubban napokban arra hívta fel a figyelmet, hogy hatalmas torlódás várható a határidő lejárt előtti hetekben a műszaki vizsgálomásokon, mivel Tolna megyében is az országos
átlaghoz hasonlóan öregedik az utakon közlekedő autók átlag életkora, így nem csak a vizsgálomásokon lehet hatalmas torlódásra számítani, hanem az autószerelő műhelyekben is. Tolnán újra megrendezték a civil szervezetek éves találkozóját a Magházban. Appelszofrágnes polgármester és Baksainé Kenesei Éva a Humánbizottság elnöke köszöntőjét követően 16 helyi civil szervezet képviselője adott számot az elmúlt év eseményeiről, valamint ismertették az idei évre tervezett programjaikat. Megnézzük, hogy mik azok, amik esetleg egy-egy városi rendezvényhez kapcsolódnak, hiszen számtalan olyan van, ami egyébként egy városi eseményre rászerveződik. Egy plusz programelemként én azt gondolom, hogy ez is színesíti a városi rendezvényeket. Úgyhogy én nagyon várakozással teli vagyok most, és remélem, hogy nem fogyott ki a lendület a civil egyesületekből és a vezetőkből, mert azért azt is tudjuk, hogy a civil egyesület akkor tud működni, ha van egy-két lelkes ember, aki magáénak érzi azt a tevékenységet, és özvetlenül, nyilván mindenféle ellenszolgáltatás nélkül csak a közjóért tesz. Készenlétben vannak a jégkármérséklő rendszerek. Tolna megyében 37 ilyen generátor nyújt védelmet a jégeső okozta károk ellen. A 2021-es szezon 169 védekezési napjából országosan 92 alkalommal kellett bekapcsolni a generátorokat. Vendég Editta, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke úgy nyilatkozott, a rendszer nem csak a mezőgazdasági területeket védi meg a jégkártól, hanem a teljes lakosság ingó és ingatlan tulajdonát is. Ebben van a fúvóka, amit a kémény talpára csatlakoztatunk. A jégkármérséklő rendszer működését mutatta be korábban stábunknak Hustyi Gábor, a bátaszégi generátor működtetője. A férfi 4 éve kezeli a védelmi rendszert. Úgy nyilatkozott, sok elfoglaltsággal jár, szinte mindig készenlétben kell állnia, de nyugdíjasként örül a tennivalónak. Az első évben ott sűrűbben volt. Ott volt olyan nap, hogy kétszer is el kellett indítani a délelőtti órákba, meg egyszer este is. Ez az égés termék, ez megy hol a légkörbe. Hazánk agrárgazdaságát jelentős mértékben befolyásolják a természeti jelenségek, köztük a jégeső is, ami több millió forintos kárt tud okozni egy-egy gazdának a termésében. Európában egyedül Magyarországon van országos lefedettségű jégkármérséklő rendszer, amit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épített ki, és 2018. május 1-e óta üzemelteti is azt. Hazánkban 986 generátor működik, ebből Tolna megyében 37 van elhelyezve egymástól 10 kilométeres távolságban. 2021-ben a jégkár az összes mezőgazdasági ágazatban érintett lehetséges kárbejelentések közül mindössze 1%-át adta. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke elmondta, preventív módon történik a védelem. Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a jelzése alapján a generátorkezelők bekapcsolják a generátorokat, amelyek acettonos ezüstjoditot égetnek el. Ez az ezüstjodit részecskék feljutnak a viharfelhőknek az alsóbb rétegeibe, és itt kicsapódási pontokat képeznek. Ezekre a kicsapódási pontokra ülnek azután rá a jégkristályok, és így nem néhány nagy jégszemcse, hanem rengeteg kis jégszemcse keletkezik. Hozzátette azt is, hogy az acetonos ezüstjodid ártalmatlan a környezetre. A rendszer nem csak a mezőgazdasági területeket védi, hanem a lakossági ingóságokat és ingatlanokat is. Az idei védekezési időszak április 15-től szeptember 30-ig tart. Április 22-e a Föld napja. 2009-ben Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezésére az ENSZ ezt a dátumot nyilvánította a Földanya nemzetközi napjává. Ilyenkor világszerte a környezetvédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. Tolna megyében idén több településen is programmal készültek. Vadvirág maggal töltött agyaggolyókat készítettek a Zölden Szexárd nevű Facebook csoport tagjai pénteken délután a Földnapjához kapcsolódva. A tervük, hogy a labdákat a megyei jogú város különböző részein szórják el, ha pedig azokat esővíz éri, szétesnek, így a magok elkezdenek kihajtani. Célhelyünk, ahova szeretnénk jó pár ilyet eljuttatni, az például a Csörgetó és környéke. Ott is egy viszonylag olyan hely, ami szexárdiak körébe ismert, bár szerintem kevesen járnak ki.
de egy picit szeretnénk földobni. A Tolnai megyeszékhelyen nem csak civilek, az önkormányzat is nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre. A település idén is csatlakozott a TESZED nevű országos környezetszépítő akcióhoz. A héten lehet még regisztrálni a TESZED-re, városi szinten is szervezünk pontokat. A regisztráció határideje az vasárnap, a TESZED akció pedig május 2-től 8-ig tart. Iskolákat ismét megszólítottuk, úgyhogy a város által regisztrált pontok azok nyilvánosságra fognak kerülni, és bárki csatlakozhat a megadott helyen, a megadott időpontban. A Föld napját Magyarországon 1990 óta rendezik meg minden év április 22-én. Ezen a napon fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, patak és falutakarítást szerveznek civil szervezetek és helyi önkormányzatok, iskolák. Megismeritek, ő a Gyurgy alak, legszínesebb, már-már trófusi madarunk. Dombóváron a Földi István könyvtár munkatársai előadással készültek iskoláskorú gyerekeknek. A délelőtt folyamán Müller Nándor természetfotós tartott élménybeszámolót a legizgalmasabb kalandjairól. A diákok érdeklődve követték a bakancsos turista történeteit, aki egy jó tanáccsal szolgált számukra. Ki kell menni az erdőre, és ott fogunk nagyobb ismeretségbe kerülni a természettel, akkor fogjuk megismerni a tavaszi virágokat, a nyári virágokat, a természet csendjét, az állatokat. Mindig kérdezik, hogy milyen állat van az erdőben. Hát csendesen kell menni, és hogyha csendesek vagyunk, odafigyelünk, akkor megpillanthatunk egy-egy őzet, szarvast, rókát. A városban közel 400 kép mesélt a jelenlévőknek erdőről, mezőről, állatokról, növényekről, barlangok mélyéről, ahogy azt a természetfotós látta. Na, de nagyon natúrezt kóstoltam nekem, nem ízlet. Bonyhádon a könyvtárban mások mellett környezetvédelmi vetélkedőt is szerveztek iskolás diákoknak. Hát volt az egyes állomás, az egy egyszerű volt, volt itt a hármas állomás, az is egy ilyen könnyebb volt, mert hogy hát egyszerű kérések voltak, meg hát a totó volt tulajdonképpen, ami nem gondolkozott, és tippelsz rá, vagy ha nem tudod. Szakértők szerint egyébként az emberiségnek évente átlagosan 1,7 földnyi energiaforrásra van szüksége, vagyis több mint 50%-kal több energiát használunk el minden évben, mint amennyit a bolygó adottságai lehetővé tennének. Regionális híreink következnek. Új képzés indult Baranyában, Pécsen tanulhatnak a leendő falu és tanyagondnokok. Csokit lopott, majd ütött a mohácsi férfi, évekre kerülhet rács mögé a tettes. Emelkedő energia és alapanyagárak, növekvő bérköltségek, ezek miatt drágul idén a fagylalt. Közel 40-en jelentkeztek Pécsen a most indult falu és tanyagondnoki képzésre. Egy jogszabályváltozás miatt a megyei önkormányzatok felelőssége, hogy indítsanak ilyen kurzust. Baranyában a Pécsi Tudományegyetemen tanulják ki a szakmát a hallgatók, akik aztán nyáron meg is kezdhetik a munkájukat. Falu és tanyagondnoki képzés indult a Pécsi Egyetemen. Ennek a szolgáltatásnak az a célja, hogy a falvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint tanyasi lakott helyek intézmény hiányából eredő hátrányokat enyhítse. A szakemberek így az alapvető szükségletek kielégítését segítik a közszolgáltatásokhoz, és az egyes alapellátásokhoz való hozzájutást is biztosítják egyéni és közösségi szinten. Ezt a képzést úgy folytatjuk majd le, hogy a kar, az egyetem ad otthont a programnak, mi is adunk oktatókat, és valamelyest hozzájárulunk a képzés tartalmi finomításához is. Ez a gyakorlati orientált képzés tartalmaz azért elméleti elemeket is, tehát itt jelenik majd meg nyilvánvalóan az egyetem saját profiljával. Az új képzés elindításáért és lebonyolításáért a megyei önkormányzatok felelősek. Egy jogszabályváltozás értelmében ugyanis 2021. január 1-től a falu, illetve tanyagondnoki pozíciót csak azok tölthetik be, akik ilyen végzettséggel rendelkeznek, vagy a munkáltatójuk egy erre a szakmára irányuló tanfolyamra, kurzusra íratta be őket. Így a Baranya megyei önkormányzat is természetesen ennek a törvényi kötelezettségnek is eleget téve megszervezte ezt a képzést. A Covid miatt a jelentkezések azok hosszabb időt vettek igénybe, de összesen közel 40-en jelentkeztek Baranya megyében az első megyei önkormányzat által szervezett falu és tanyagondnoki képzésre. A 170 órás falu és tanyagondnoki képzés április 21-én indult el Pécsen. A most jelentkezett hallgatók várhatóan már nyáron megkezdhetik munkájukat a környékbeli falvakban, ha sikeresen letették vizsgáikat. Óriási hibát követett el az a mohácsi csokitolvaj, aki ellen most emelt vádat az ügyészség. Súlyos éveket tölthet rács mögött a férfi a meggondolatlansága miatt.
Ilyen nagy táblás csokoládét, összesen 11 darabot tett zsebre egy boltban az a férfi, aki ellen most emelt vádat a Mohácsi járási ügyészség. Március elején történt az eset a Dunaparti városban. A 20-as éveiben járó férfi a pénztár mellett a kijárathoz ment egy áruházban, de ott a vagyonőr feltartóztatta, mert látta, hogy a ruhája alá rejtette az édességet. A vádlott elé állt, őt felszólította, hogy álljon meg. A vádlott kérte a vagyonőrt, hogy engedje el, a vagyonőr ennek a kérésnek nem tette eleget, ezért a vádlott megragadta a vagyonőr ruházatát, oldalra rántotta, és ököllel megütötte a férfi arcát. A vagyonőr a bántalmazástól oldalra lépett, a vádlott ezt kihasználva az eltulajdonított csokoládéval együtt elmenekült. Ezután nem sokkal elfogták a rendőrök, majd vádat emeltek ellene, a bíróság elrendelte előzetes letartóztatását. De az erőszak miatt súlyosabb bűncselekményért kell felelnie. A Mohácsi járási ügyészség a cselekmény elkövetése után 8 nappal benyújtott vádiratában rablás büntettével vádolja a férfit, ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. Bántalmazás nélkül csak lopás lenne a vád, ami jóval enyhébb büntetéssel járna. A lopás vétségének a büntetési tétre ez egy 2 évig terjedő szabadságvesztés, és természetesen lehetőség van arra, hogy a BTK ide vonatkozó szakaszának az alkalmazásával ehelyett a bíróság pénzbüntetést vagy közérdekű munkát szabjon ki. De rablás a vád, amire letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség. Ha a férfi elismeri a vádat és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor 3 év 6 hónappal megúszhatja tettét az ügyészség indítványa alapján. Míg bírósági ítéletnél a középmértékből indulna a büntetés, ami ebben az esetben 5 év. Áremelkedésekkel startolt el idén a fagylalt szezon is. Van, ahol már 450 forintba kerül egyetlen gombóc. A drágulást a magas energia, illetve bérköltségek, valamint az egyre többbe kerülő alapanyagok indokolják. Bár a kellemes tavaszi időjárást gyakorta hidegfrontok zavarják, ez azonban nem riasztja el az embereket a fagyizástól. Ebben a balcsi cukrászdában több világbajnok magyar fagylaltot is készítenek eredeti recept alapján. Az idei szezonra nagyjából 20 féle hűsítő édességgel készülnek. Teljes alapú fagylaltjaink főzött eljárással készülnek, gyümölcsfagylaltjaink 40% gyümölcs tartalommal, nem használunk tartósítószereket, mesterséges színezéket és ízfokozót, természetesek a fagylaltjaink. A fagylaltjaink nagy része gluténmentes is, amik rétegezett fagylaltok, azokban van glutén, de pultosaink nagyon felkészültek és tájékozottak, és tudják a vendégeket informálni, hogy melyik miből áll. Míg tavaly Somogyban átlagosan 300 forintot kértek egy gombócért, most 350-et. A Magyar Cukrász Ipartestület napokban kiadott közleménye szerint a Balaton környékén már akad olyan település is, ahol 450 forintért kínálnak egy gombóc fagylaltot. Az általunk megkérdezett vásárlók azt mondták, bár az ár már közelíti, de még nem lépte át azt a bizonyos lélektani határt. Fagylalt ár emelkedése igazából nem nagyon akadályoz, mert nagyon szeretem a fagyit, de hogyha mondjuk ilyen 600 forintos áremelkedés lesz az én, akkor meggondolom, hogy hány gombócot eszek. Vannak napok, amikor nagyon szükségem van rá, és ritkán fagyizok, úgyhogy igen, megveszem. Engem nem érdekel, mennyibe kerül, ha megkívánom, megveszem. A cukrászati ágazat érdekvédői szerint az áremelkedésekre egy alacsonyabb áfa kulcs lehetne a megoldás. Ezt a véleményt több vásárló is osztja. Hogyha a helyben készített élelmiszereknek 5% az áfája, ennyi erővel lehetne a fagylalté is 5%-os, és akkor egy kicsivel olcsóbb lenne, mert most úgy több, hogy 27-es. És önök adnak ki ennyit egy fagyért? Tehát megveszik? Hát, ha az unokám kér, akkor természetesen magunknak is megveszünk egy-két gombócot, de gyerekeknek egész biztos. Az áremelkedések mögött több tényező áll. A háromszorosára ugrott energiaköltségek épp úgy, mint a hetente dráguló nyersanyagok. A tejtermékek például legkevesebb 50%-kal kerülnek most többe, mint tavaly. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Partner találkozó, a Babits Mihály Kulturális Központ idei terveiről is szó esett. Kevesebb gyerek született, a szakértő szerint a koronavírus járványa felelős.
Készenlétben vannak a jégtermérséklő rendszerek. Április 15-től szeptember 30-ig tart idén a szezon. Földnapja, a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozták Tolna megye szerte. Szombaton felhős idő várható, és előfordulhat kisebb eső, zápor eső is. A légmozgás általában gyenge marad, majd késő este felélénkül a déli szél. Éjszaka fokozatosan kitisztul az ég. Vasárnap országszerte felerősödnek a széllökések, hatására jelentős melegedés várható. Változóan felhős, időszakosan napos időre számíthatunk. Délután nagyobb eséllyel alakulhat ki elszórtan zápor eső. Hétfőn borongós és napos időszakok váltakoznak elszórtan esővel, záporral. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!